ebben a pillanatban ment el a futár, az AliExpressről két ilyen bazi nagy csomag érkezett ebbe, mind a napelemrendszerhez való cuccok vannak, közel 100 000 forint értékben. Úgyhogy nézzük, hogy mit is kaptunk. Egy csomó minden, na, hát valamivel kezdjük. Ez a napelemrendszer, és ez a videósorozat sem jöhetne létre a Dejer nélkül, akik egy egyfázisú 6 kW-os hibrid invertert és két darab 6 kWh-s lítium-vasfoszfát akut biztosítottak hozzá. Emellett nagy köszönet jár az iGreen Kft.-nek, az iGreen.hu napelemes webshop üzemeltetőjének is. Náluk szinte minden megtalálható, ami egy ilyen rendszerhez kell. Ez itt 5 pár MC4 napelemes szolárkábel csatlakozó. Vettem már korábban is 5 párat, de az a biztos, hogyha van még tartalékba, remélem ez elég lesz. Aztán a következő. Aha, ez egy ilyen kis okos mérő és kapcsoló szerkezet, egy ilyen digitális kijelzővel ellátott mérő, ezt az inverternek a kimenetére fogom felszerelni, és akkor erről majd leolvasható lesz a kimenő áramerősség, feszültség, meg mindenféle adatok, meg még ráadásul ez programozható például olyan szempontból is, hogy ezzel, ja, és ráadásul wifi-s, tehát ezzel például wifi hálózaton keresztül le lehet kapcsolni teljesen a kimenetet, meg még egy csomó mindenre jó, ezt is majd a beszereléskor mutatni fogom. Szerintem egy nagyon szuper kis kütyű. Ez kérlek szépen ilyen napelemes rendszerhez való olvadó biztosíték. Az olvadó biztosíték tartót is rendeltem, és akkor ez az inverter előtt lévő ilyen ebbe a biztosíték táblába lesznek ezek a biztosítékok, és ezek a tulajdonképpen a napelemek felőli túláramvédelmet fogják ellátni, és ennek ilyen cserélhető olvadó betétje van. Ha már szóba került, akkor megmutatom ezt is, hogy mi is ez az inverter előtti a napelemek felől érkező áramot tulajdonképpen fogadó dobozka, amiben teljesen jól be van csomagolva, remélem, hogy sérülésmentesen megúszta. Szóval ebben villámvédelem, tehát ilyen túláram levezető egység is van, az előbb említett olvadóbetétes biztosíték is van, meg még egy fellekapcsolható kis megszakító is van, és mindez két stringre külön-külön, mert hogy ez az inverter olyan, hogy két külön napelem stringet tud fogadni, és én is úgy készítem el, hogy lesz két 10-10 napelem táblát tartalmazó string a rendszerben, és így stringenként külön biztosítva lesz a bejövő áram, illetve hát az inverter, a bejövő áram, túlárama, illetve villámcsapás esetén bejövő hatalmas áramlökete ellen. Hát ez aztán vastagon be van csomagolva. Szerintem panaszra nem lehet ok. Ez a legdrágább tétel egyébként ebben a rendelésben, ez a dobozka, ez közel 40 000 forintos tétel, de hogyha ugyanezt Magyarországon magyar webshopba vettem volna meg, akkor ennek a kétszeresébe került volna. Úgyhogy ez még így is nagyon kedvező ár, és akkor kompletten
egy ilyen dobozkába van szerelve, és akkor itt van benne az előbb említett ilyen olvadóbiztosítéktartók, van is benne gyárilag egy-egy betét, és akkor itt van a túláramvédelem, és itt van a kis megszakító, ami tulajdonképpen ebben az esetben, mivel már előtte van egy olvadóbiztosíték, inkább csak egy kapcsolóként fog funkcionálni, amivel tulajdonképpen szabadon aki egy-egy stringet le lehet kapcsolni, amikor valamit akarunk csinálni az inverterrel, hogy éppen ne legyen bejövő áram, akkor nem kell kiszedegetni a biztosítékot, hanem egyszerűen le lehet majd kapcsolni. Na, mindegy, részletesen majd ezt is látni fogjátok a beszereléskor. Aztán nézzük tovább. Ez kérlek szépen egy kétpólusú fírelé, tehát ilyen életvédelmi relé. Ez az inverter utáni, az inverter kimenete után lesz felszerelve, és ezáltal biztosítva lesz a kimenő oldal, hogy hát áramütés ellen meg legyünk védve. Ez egy darab kis megszakító, ami szintén az inverternek a kimenő oldalán lesz felszerelve, és ez egy 32 amperes kis megszakító. Ez azért kell, hogy a kifelé menő oldalnak a túláramvédelme biztosítva legyen. Hát ez pedig ilyen egyszerű gyorskötöző, ezzel fogom a napelem tartó állványzatra felrögzíteni a napelem szolárkábeleket, hogy azok ne lobogjanak mindenfelé. Ez pedig egy olyan leválasztó kapcsoló, ami a közvetlenül a napelemeket tartó állványzatra lesz felszerelve, és ott a közvetlenül az állványzaton, a napelemeknél lehet majd megszakítani azt, hogy a ház felé a vezetékbe belejusson a napelemnek az árama, és ezáltal olyan esetben, hogyha valamiért teljesen áramtalanítani kell a napelem vezetékeket, akkor már a napelemeknél közvetlenül a napelem állványon meg lehet tenni, és akkor már a ház felé jövő vezetékben sem lesz áram. Ez egy fontos biztonsági extra. És ez baromi jó, mert két pár ilyen MC4 csatlakozót is adnak hozzá, ez egyébként körülbelül ilyen 6000 forint, így kompletten ez a kapcsoló. És mivel két állványzatra 2x10 napelemet fogok telepíteni, ezért ilyenből kettőt rendeltem, és akkor ilyen kis MC4 csatlakozó szerelő szerszámot is adnak még hozzá, szerintem ez tök jó. És akkor tulajdonképpen ez is valójában egy kis megszakító, ami kifejezetten DC, tehát egyenfeszültséghez való, és le is kapcsol, hogyha a túláram érkezne a napelemek felől, de egyébként meg én arra fogom inkább használni, hogy én magam le tudjam kapcsolni, hogyha szükségét érzem, hogy ne jöjjön a napelemektől áram. Itt van még egy ugyanilyen, hát ez elég érdekes egyébként, hogy külön csomagba került az egyszerre rendelt két egyforma dolog. Na mindegy, hiszen itt is az inverterből kimenő áramnál is ugye mind a két pólust, a fázist és a nullát is meg fogom szakítani, az a biztos. Ez kérlek szépen egy ilyen kis monitor, meg egy hozzávaló sönt, mindjárt mutatom. Egy ilyen sönt, amivel, ahogy korábban a
az ilyen litium-vasfoszfát akku tesztekben már a legutóbbiban ígértem is, javítani fogok a tesztelési metóduson, és egy ilyen sönttel és egy ilyen eszközzel teljesen pontosan az akkuból kijövő, nem az inverteren keresztül, hanem közvetlenül az akkuból kijövő áramot lehet majd pontosan regisztrálni, így nem kell majd az inverter fogyasztását levonogatni belőle, meg ilyesmi, hanem teljesen pontos adatokat fogunk kapni a litium-vasfoszfát akkukban tárolt energiamennyiségről, áramerősségről, meg mindenről. Úgyhogy ezt ahhoz vettem. Hát nem olyan olcsó, mert valami 16 ezer forint, de mindegy, valójában kellett ahhoz, hogy tényleg igazán pontos teszteket tudjak készíteni. Ez egy olyan krimpelő fogó, ami kifejezetten az ilyen MC4 csatlakozóknak, az ilyen belső érintkezőjének a krimpeléséhez való, és akkor 2, 4 és 6 négyzetmilliméter átmérőjű kábeleknek a krimpelésére, tehát arra a csatlakozó rászorítására alkalmas. Ez egy ilyen kevesebb, mint 4000 forintba került, de igazából ezzel lehet teljesen stabilan és profin megcsinálni az ilyen csatlakozóknak a felszerelését, úgyhogy szerintem ennyit bőven megért. Ez pedig egy ilyen ehhez hasonló kis kapcsoló szekrény tulajdonképpen. Tök jó, ilyen bubis csomagolásban van, nem is tudom, hogy ez hol nyílik. Aha. És akkor tulajdonképpen ugye azt mondtam, hogy az inverter előtt ez lesz a napelem, a szolárkábeleknek a bejövő oldala, és ez pedig lesz az inverter után a kijövő oldalnak a dobozkája, ebbe lesz beszerelve a fír elé, ebbe lesz beszerelve ezek a kis megszakítók, meg ebbe lesz beszerelve mindezek után ez a kis okos, programozható, kijelzős, kis teljesítmény és mindenféle mérő és wifi-s kis cuccocska, és akkor ebből fog kimenni a ház felé az áram, a felhasználható 230 voltos áram. Úgyhogy na, ennyi minden érkezett most. Ezek, ja meg ide ehhez a hozzávaló tömszelencék, ennyi minden érkezett most, ez mind a napelemrendszerhez való, ez csak ami a napelemrendszerhez van, tehát kivéve azt a akkuvizsgáló kis berendezést, ez is közel 80 ezer forintnyi cucc, de az a helyzet, hogyha mindezt Magyarországon magyar boltba kellett volna megvenni, akkor minimum kétszer ennyi pénzzel lehetne számolni.